A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző kara Bagolyvári Esték című ismeretterjesztő sorozatának 2020-21-es tanévi első alkalmán dr. Berecki Zsolt, az STL Embertani Tanszékének adjunktusa tartott előadást az emberi válás kutatásának legújabb eredményei címmel. Én azért foglalkozom ezzel a témával, mivel a biológia képzésünknek ez a téma része, és ezért 10 évvel ezelőtt elkezdett érdekelni a dolog, és beleástam magam egy picit, de igazából Magyarországon ilyen irányú kutatás viszonylag kevés van. Tehát az emberi válásnak a különböző leletei, különböző fázisai nem fordulnak elő nagy számban Magyarországon. Így az ezekkel kapcsolatos direkt kutatás is eléggé alacsony számú. Tulajdonképpen csak a neandervölgyi leletek, amelyek ismertebbek, ugye a Subajuk barlangból, illetve a Rudapithecus feltárásai, amit Kordas professzor vezetett korábban. A humán evolúció kutatásának legújabb eredményei manapság szenzációként robbannak a médiában. Néha úgy érezhető, a feje tetejére állt minden, amit eddig az emberré válásról tudtunk. Ez az előadás ez kifejezetten az emberré válásnak a korai fázisairól szól. Tehát a Homo sapiens megjelenése előtti különböző fajok leleteiről, azok kutatásáról, mert ebben nagyon sok új információ jelent meg az utóbbi 2 évtizedben, és elég jelentősen át is alakult a képünk erről az időszakról. Ebben az előadásban egyébként nem lesz direktben szó a Homo sapiens elterjedésének a genetikai kutatásáról, ami meg aztán különösen nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben a genetikai és genomikai kutatásoknak a paradigmaváltásával. Ez a téma a biológia BSC képzésünknek a része, és később aztán MSZC-seknek is van ebből a témából egy teljes kurzusuk. De igazából ez a 1-2 előadásnyi összesűrített tálalása a dolognak az a BSC képzés része. Tehát gondolom, hogy a jügyes biológia tanárképzésnek is ugyanúgy része valamilyen szinten ez a téma, de én igyekszem most egy olyan előadást tartani, aki bárki számára érdeklődők, laikusok számára is érthető lesz. Remélem, hogy mindenki számára valamilyen szinten érdekes lesz és szórakoztató az előadás.